Sziasztok, ma 26-a van, még mindig karácsonyozunk, viszont a mai napon nem fogunk sehová menni, maximum csak sétálni Merlinnel, vagy átmegyünk, és akkor ott futnak a kertbe. Viszont vendégségbe ma már nem fogunk menni, úgyhogy végre itthon is tudunk egy kicsit karácsonyozni. Most nem kapcsoltam be a karácsonyfát, mert a fények úgy eléggé rosszak, közben Merlin próbál ideülni, de igazából azt találtam ki, hogy láttam egy tök jó TikTokot, TikTok videót, és azt szeretném elkészíteni Merlinnel. Kell hozzá egy doboz és jutalomfalat, ki kell vágni a dobozt, és akkor van egy ilyen játék, hogy ugye föl kell, mint hogyha a virslit így fölle. Most ez így lehet, hogy tökre nem volt érthető, de majd meg fogjátok érteni, mi a lényege. Mindegy, ezt szeretném majd ebben a videóban elkészíteni és megmutatni. Amúgy tök egyszerű megcsinálni, szerintem nagyon vicces videók készülhetnek belőle. Illetve mindjárt megnézzük a kaparós sósígyeket is, mert kaptunk még tegnap. Azokat is meg fogom nézni, és utána összesítjük, hogy mi újság, és hogy volt-e valami nyeremény, vagy sem. Na, ide hoztam ezeket a kaparósokat, amiken volt nyeremény, hát eléggé gyenge, úgyhogy messze nem jutunk belőle. Minden esetre az adventiekből volt 300 forintos nyeremény, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 darab 300 forintos és 200 forintos nyereményem volt. Aztán a nagyok közül pedig ezen volt két 500-as, ezen mi volt? Ezt elraktuk, és ja igen, ezen is 500-as volt. Úgyhogy igazából ennyi. Mindjárt gyors összeadom, és mondom, hogy összesen mennyi. Na szóval összesen 4300 forint nyereményünk volt, hogyha jól számoltam, hát nem valami sok. Mindegy, találjátok ki, hogy mi legyen vele. Mit gondoltok, vegyek-e valamit az állatoknak belőle, vagy váltsuk vissza még sósígyekre, és nézzük meg, hogy hát ha azokból nyerünk-e. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, mit legyen a sorsa. Na de a sorsügyekről ennyi, ezt még meg szeretném nektek mutatni, ezt tegnap kaptam, és annyira csodálatos. Egy ilyen karkötő, és nézzétek meg, mi van rajta. Várjatok. Egy ilyen cuki kis tappancs, nagyon jól néz ki, úgyhogy biztos nagyon sokat fogom majd használni, úgyhogy köszönöm szépen. És a színe is, meg nézzétek meg, hogy csillog. Nagyon-nagyon szuper. Vissza is rakom a tartójában, nehogy elveszem, vagy valami történjen vele. Ja, úgyhogy ez nagyon szép. A holnapi nap viszont izgalmas lesz, mert képzétek el, hogy megyünk Budapestre, oda is családlátogatásra, ott is van rokon, akihez még szeretnénk így elmenni az ünnepek alatt, és visszük a két kutyát is, illetve ott is lesz majd egy kutyus, úgyhogy majd arról is fogok vlogot készíteni. Még nem tudom, hogy pontosan hogy, vagy milyen jellegű lesz, de mindenképpen látni fogjátok a holnapi napot is videóban. Most pedig idehoztam ezt a dobozt, és az lesz a lényege, hogy közben Merlin már keresi, mi van benne. Itt ki fogok vágni egy pár lyukat, szerintem 6-ot, ilyen körbe, és akkor innét be tudok nyúlni, és itt tudom majd kidugni a italomfalatot, és Merlin meg majd megtalálhatja. Úgyhogy gyertek velem, és csináljuk meg. Na most az van, hogy fogok ide rá rajzolni ilyen karikákat. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot, közben Merlin már keresi, hát ha van benne valami, de nyilván nincs. Itt vannak, ezeket ki fogom vágni, és jövök vissza. Már is készült, elég hamar meg lehetett csinálni. Vágtam ki ilyen kis lyukakat, és majd így kell tartani a dobozt, és az lesz a feladat, mindjárt mutatom. Itt van egy kolbász, ez egy ilyen kicsit kolbász. És akkor ezt kell csinálni, és kíváncsi vagyok, hogy a Merlin el tudja kapni, vagy ki lesz a gyorsabb. Hú, nagyon izgatott vagyok, mert ez szerintem egy nagyon vicces játék lesz, hogyha sikerül. Kolbász. Hogyan tartsam, hogy lássátok. Ajaj, kell ideges lenni.
Megvan. Ellopta. Ez most megvolt. Jó van, tiéd. Tiéd, viheted. Na hát ez egy elég vicces játék volt. Írjátok meg, hogyha ti is kipróbáljátok, keressetek valami dobozt, és csináljátok belőle ilyet. Merlin azóta is ezt nézegeti, és keresi hátban még benne valami falat. El fogom rakni, és később is fogunk még vele játszani, mert ez egy tök olcsó játék, és tök vicces szerintem. Na de ez most ennyi volt. Le fogom vinni Merlint együtt sétálni, átviszom barátjához, aztán majd még látjuk, hogy mi fog a mai napon történni. Na most megyünk át Merlinnel a barátjához, ott játszanak egyet, meg futkosnak, meg készítünk néhány TikTok videót, majd nézzétek meg. Egyébként nagyon meleg van most is, de azért adtam rá egy kis pulcsit. Na, a mai videó végére is értünk, most már nem fog történni semmi. Hogyha tetszett a videó, akkor gyertek, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és találkozunk holnap a budapesti videóban. Remélem, hogy sok mindent fel tudok majd venni nektek. Legyen szép estétek, sziasztok!